Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok. A mai napon egy teljes újdonsággal készültem nektek, ilyen még sosem volt előtte a csatornán. Aztán meglátjuk, hogy hogyan vélekedtek majd róla, és ennek fényében döntök, hogy lesz-e még a későbbiekben ehhez hasonló videó vagy sem. Ma egy top 10-es listát fogtok tőlem látni, az általam készült kommentárral. Egy top 10-es horror lista, amellyel valaha játszottam is a csatornán. Tehát sorrendbe fogom állítani, vagy épp nem sorrendbe, de a legjobb 10 horrort most bemutatom nektek, amelyek valaha megfordultak ezen a YouTube csatornán. Igen, ugye most már nagyon sok volt, körülbelül 60 biztos, vagy 70 horror tuti. Lehet, hogy már 100 körül vagyunk, na mindegy, nagyon sok horror játék volt már, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen top 10-est bedobunk, és hát ha valaki kedvet kap valamelyikhez, és lehúzza, megveszi, játszik vele. Én most azt gondoltam, hogy kipróbálok egy ilyet, hát ha elnyeri a tetszéseteket. Ha igen, akkor dobjatok majd a videóra egy lájkot, ha még nem tetted és támogatnál, akkor iratkozz fel. Lássuk, hogy melyik volt a legjobb 10 játék, amellyel én játszottam ezen a csatornán. Jó szórakozást! Tizedik. Candles. A Candles, azaz a gyertyák, egy elképesztően hidegrázós indie. A mechanika egyszerű, mondhatni talán egy picikét buta is néha, de az atmoszféra és az, ami ellenünk van, na az már más tészta. Nem engedi egy pillanatig sem megnyugodni az embert. A lényeg, gyűjts gyertyákat, és akkor a félelem, a démon nem tud eluralkodni a házon. Nem is tudom, hogy mi az pontosan, amiért ennyire erős az a játék. Talán a hangulat és a kreativitás együttese, vagy talán az, amiért kiszolgáltatottnak érzed magad. Hiszen ez a jó horrorok talán legnagyobb és legjobb jellemzője. Egyszerűnek tűnik a játék? Próbáld ki. Nézek vele. Jaj! 9. Lurking. A Lurking a legfurcsább horror, amivel valaha játszottam, hiszen hardveres segítség is kell az élményhez. Egyszerűsítve, a mikrofon által érzékelt hangok segítségével látsz. Körülbelül, mint egy denevér. Beszélsz, és egy hullám végigfut a szobán, és látod a pillanatnyi helyzetet. Egészen elképesztő. Képzeljétek el egy sötét világot, egy sötét óriási házat, ahol csupán a hangod ad fényt, és a hangod a támpontot arra, hogy merre kéne menned. Elég sűrűn kell beszélni. Sűrűn. Nagyon sűrűn. Félelmetesen magadra vagy utalva, és egy jó tanács, ha játszol vele, beszélj. Sokat. Takarodj! Nem mi van, búza? Te hogy? Mi az anyád? 8. Stairs. Egy klasszikus indie horror, pince, sötétség, hangok, na meg a stb. Egy valamiben azonban mégis más, mint a többi. A hangulata és az ereje. A narráció, amely erősen suttogva beszél a füledbe, az elsuhanó alakok és a vízhangzó végtelen folyosók. Nagyon erős kis játék, egészen emlékezetes indie horror, amelynek a napokban jött ki egyébként az újabb reworkje, amely messze nem lett olyan jó, mint ez a kisköltségvetésű indie játék. Szó szerint rettegtem még a legbékésebb pillanataiban is. Mindenkinek bátran ajánlom, hogyha akar, egy pár percnyi kikapcsolódást. Most már jön a füst, a világító szemű füst! Fuss! 7. The Groundskeeper. Talán a legegyszerűbb játék a listán. Valamiért mégis itt van. Ja, tudom már. Mert olyan jumpscare-ek vannak benne, hogy kihullott a hajam a forgatásnál. Egészen elképesztően elhelyezett ijesztésekről van szó, a legváratlanabb pillanatban is bejön a képbe egy-egy olyan, hogy pfú, azt sem tudod hova néz. És más, mint a többi jumpscare. Nem akkor jön, amikor a zene felkészít rá, nem akkor jön, amikor várnád, hanem pont a legváratlanabb és legintimebb pillanatban kap el egy-egy ilyen. Remekül elhelyezett jumpscare-ek ezek, nagyon-nagyon jó ritmussal tették bele a játékokba. Tényleg elképesztő. Engedjétek meg, hogy mutassak egyet-kettőt. A kurva! 6. Doorways. Ez a játék egy picit a penumbrára hajaz. Puzzle és ügyességi horror. Mintha az előbb említett penumbrát kereszteznénk az amnéziával. Egészen elképesztően félelmetes és kreatív. A helyszínek hátborzongatóak, a feladványok pont annyira nehezek, hogy hozzájárulnak a félelemérzethez. Kiváltja a meddig tökölök még itt és a rohadtul egyedül vagyok érzést.
Rendkívül jól megírt játék, nem buta, pedig az indie játékok elég nagy részére ez egy jellemző kifejezés, de ez távol áll ettől. Nagyon intelligens, jól átgondolt koncepció, pont elég hosszú. Mindenkinek bátran merem ajánlani. 5. Penumbra. Az előbb már említettem ezt a játékot. A valaha volt egyik leghíresebb, legnépszerűbb horrorjáték, horror indie game. És nem kevésbé elismert sem. A Penumbra a zene és a képi világ kettős ereje miatt ennyire félelmetes. Remekül elhelyezett jumpscare-ek, még jobban megalkotott atmoszféra és hangulatfestés. Egy igazi remek mű. Az, ahogyan a képi világ átöleli az általa kreált zenét, vagy épp fordítva, döntse el mindenki maga, az egészen mesteri, szinte már művészi. Remekül megírt történet, nagyon-nagyon jól elhelyezett kis falatkák, ahogyan haladsz előre. Minden cetlit érdemes elolvasni, minden naplót kinyitni, mindenről megtudni mindent, hiszen ez a világ egészen elképesztően komplex és nagyon jó történettel van megáldva. Játsszátok csak bátran. Bátran. 4. Dungeon Nightmares. Ez az alkotás különleges. Szerintem körülbelül az egyetlen olyan játék, amellyel nem mernék soha többet újrajátszani. Milyen lehet ez Oculus Rift-tel? Jézus Isten, bele sem gondolok. Föld alatti labirintus, sötétség, hangok, rádvadászó lények. Ez így sima, igaz? Pedig higgyétek el, nem az. Félelmetes. Ez az egyetlen jó szóra, semmi más. Nem lehet csicsázni, nem jó a történet, nem jó a grafika. Semmi egyéb, semmi extra nincs benne. Csupán egy dolog. Maga a horror élmény. Elképesztően lehengerlően félelmetes, zsigeri szinten remegtet meg ez a játék. Nem hiszitek? Akkor hadd segítsek. Jó, hát kezdek tanástalan... Még már! 3. Soma. Nagyon felkapott kis újdonság ez most, tegyük hozzá abszolút megérdemelten. Egy nagyon komplex, jól megírt sztorit körülölelő horrorjáték. Nagyon mély szimbolikával van megáldva, és beszélhetnék itt most a Bibliáról, Ádámról, Éváról, vagy egyéb mások ilyenről is. Hihetetlen mély társadalom és jövőkritikát hordoz magában. Igazából olyan dolgokat feszeget, amelyet valószínűleg mindannyiunk tud csak legbelül, és nem szeretnénk kimondani. Remek környezet, profi történetvezetés, ja, és elmaradhatatlan jumpscare-ek. Próbáljátok ki! Ha valami, ez abszolút megéri. 2. Alien Isolation. Hát ezt nem kell bemutatni. Egy kimagaslóan jó film adaptáció. Soha semmi nem adott még ennyire visszahangulatot, mint ez a játék. Minden pillanat, amit benne töltesz olyan, mintha valóban a hajón lennél. A filmes hajón. A színek, a grafika, a fényefektek szinte leírhatatlan. Elképesztő. Mindent érzel, mindennek fizikája és súlya van, mindennek jelentősége van. Minden momentum és fény és villanás és textúra azért van, hogy teljesen beleültessen abba, amelyet Ripley-ek átéltek azon a hajón. Ráadásul van benne egy felejthetetlen Survivor mód is. Lesd meg! Fent van a csatornán. 1. The Mental Torment. Számomra ez a tökéletes horror. Az elmédre hat. Pszichohorrornak is hívhatjuk, nem véletlenül a mentál a neve. Szép grafika és tökéletesen megírt koncepció. Tudja, mit, mikor és hogyan kell alkalmazni annak érdekében, hogy félj. És ez itt a lényeg. Itt nem a jumpscare, az ijesztés vagy az olcsó hatásvadászat a cél, hanem hogy félj, rettegj. És ez a játék maradéktalanul el tudja ezt érni. Hihetetlen kis túra a saját elmédben, ahol nem találkozhatsz mással, csak a saját félelmeiddel. Ha szereted a horrort, ez kötelező darab. Kötelező darab. Remélem mindenkinek tetszett ez a kis toplista. Ezek voltak az általam legjobban kedvelt horrorjátékok, amelyekkel valaha játszottam a csatornán. Köszönöm a figyelmeteket, én Streki voltam, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, ha még nem tetted és támogatnál, iratkozz fel erre a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!